Frissítő szellő törte meg a kánikulát kedd délben Dunaui városban a Hancock helyi gyára előtt. Új szelek fújnak a város adóbevételei körül is. A kormány ugyanis hétfő éjjel elfogadott egy rendeletet, amellyel megfosztja a várost a környező gyárak iparűzési adójától. Bár a város északi részén található ipari park rátszalmáshoz tartozik, az itt működő üzemek megépítéséhez nyújtott támogatás és a város közelsége miatt a cégek által befizetett iparűzési adó fele Dunaui városhoz érkezik. Egészen szerda éjfélig. Dunaui várost kirabolták. Az elfogadott rendelet ugyanis különleges gazdasági övezetté nyilvánítja Rátszalmás és Iváncsa környékét, így pedig az itt befizetett iparűzési adó nem a településekhez, hanem a megyei önkormányzathoz kerül. A polgármester szerint ezzel éves szinten 1,5 milliárd forintot veszít Dunaui város. Ezzel a döntéssel már idén Dunaui város megyjogováros önkormányzata 684 millió forintot fog elveszíteni, tehát a Dunaui városiaknak 684 millió forinttal kevesebb pénz fog majd eljutni. A térség jobbikos országgyűlési képviselője szerint a Székesfehérváron működő fideszes vezetésű megyei önkormányzat határoz majd a térség lakóinak járó milliárdos adóbevételekről. Ami eddig jog volt, és amit eddig jogszerűen megkapott a polgármester úr által említett 51 ezer itt élő, az innentől kezdve kegy lesz. Évről évre a fideszes nagyurak kegyén fog múlni az, hogy ki mennyit és mikor kap vissza. A kormány ma megkeresésünkre azt közölte, a rendelet célja az adóbevételek igazságosabb elosztása. Az, hogy Dunaui város bármitől elesik, ez az állítás, ez egy sajátos állítás. Ezt még májusban nyilatkozta Gulyás Gergely. A miniszter szerint ezzel a döntéssel például az Iváncsa mellett épülő új üzemek adóbevételei nem csak egyetlen településen maradnak. Az iparűzési adó ott marad a településeknél, csak nem egy településnél marad, hanem annál a környező 2-3-4-5 településnél, ahonnan egyébként például munkaerőt lehet szerezni, és ahonnan dolgozni járnak egy nagyobb beruházást követően létrejött munkahelyekre. Úgyhogy ez egy helyes és indokolt döntés. Dunaui város vezetése az Alkotmánybírósághoz fordul a kormányrendelet miatt. Tavaly hasonló módszerrel esett el a szintén ellenzéki vezetésű Göd is a helyi adóbevételeitől. Az Alkotmánybíróság idén februárban elutasította a helyi vezetés panaszát.